Most pedig bemutatunk egy komposzt WC-t. Nézzük Sándornak a szerzeményét. Légy szíves, Sándor, prezentált, hogy hogyan is működik ez. Na hát egy rövid prezentáció lesz. Nyilvánvalóan mindenki ismeri. Itt ennél a WC-nél az a lényeg, hogy külön lehet a folyékony és a nem folyékony dolgokat elszeparálva lehet gyűjteni. Én egy pár éve, 5-6 éve ismerkedtem meg a lakautózással, és akkor rájöttem arra, hogy nekem nem tetszik, hogy folyadékot kell beletenni, le kell húzni, gázok keletkeznek. Nagyon sok YouTube-os kommentet láttam, ahol kipróbálták ezt a komposzt WC-t. Ennek a lényege az, hogy mint ahogy mondtam, külön van, el van szeparálva két melléktermék, és következőképpen néz ki. Egy ilyen kis picike az egész, picike. Tehát elég kis kompakt nagyon kis megoldásról picike. Van szó. Igen, van itt egy ilyen kis tartály, amiben van egy biológiailag felbomló zacskó. Ezt a zacskót kell beletenni az egyik tartályba. Ezt így bele kell tenni. És akkor... Igen, ha gyorsan rájön a szapora, akkor azért ügyesnek kell lenni, hogy minél hamarabb meglegyen. Hát ez felkészülten kell hozzákezdeni, ez már benne van. Igen. Ez már úgy kell, hogy ez benne legyen. Ez egy német termék egyébként, ott mindenre odafigyelnek, és biztos, hogy minden rendben is van. Amikor csak egyszerűen tároljuk, akkor úgy néz ki, hogy itt van egy ilyen szagelzáró. Hogyha használni akarjuk, akkor ezt nyilván ki kell venni. Összerakva így néz ki. Ez tulajdonképpen két méret, mert így picike a magassága, és ezáltal nekem nagyon-nagyon jól elhelyezhető a zuhanytálcába. De abban az esetben, hogyha egy felnőtt használja, akkor van lehetőség arra, hogy meg tudjuk ezt emelni. Ki kell húzni ezt a részét. Gyakorlatilag az még kevés van benne, mert... Szólni kell valaki másnak, hogy segítse kakilás előtt, hogy szét tud húzni, mi? Igen, hogyha nagyon kell, akkor... Ha gyorsnak kell, akkor valakinek szólj. Akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Gyere, mert rám jött. Igen, és tulajdonképpen már itt mindegy is. Okát vesztette a vici. Ez a vici azért jó, mert tulajdonképpen nem került bele semmi. Már ott csak a patyolatba kell menni. Keresni kell egy zuhanyzót. Igen. Nyilván ez egy magasítható vécé. Most igen. Azt próbálnánk megmutatni. Nem tudom, itt hátul nem, nincs valami fogó rajta. Lehet, hogy két oldalt kell, csak hátul. Aha, meg is van, tehát elől hátul. Jó, ezt kell fordítani. Aha. Ez így becsatlakozott. Megvan neki a helye. A WC papírtartót azt ide rá kell tenni. És már is kétszer olyan magas, mint volt. És van neki egy ilyen WC papír, illetve zacskó tartója, és ide megy a... Pisi, ugye? Igen, oda megy a pisi, és abban az esetben, ha az ember üríteni akar, akkor ezt egy laza mozdulattal elviszi, és... Igen, férfiaknak könnyebb azért spórolni, a természetben könnyebben meg tudjátok oldani. Hát a nehezebb dolgok azok ide kerülnek, és akkor ezt is egy zacskóba, mint a kutyakakit ki lehet tenni a megfelelő helyre. És mit raksz bele a kaki mellé, vagy elé? Azért, hogy kiszívja belőle a nedvességet, azért én faforgáccsal, faporral használom, de most ki fogom próbálni a macskaalom valamelyik fajtáját, és akkor elszívja a kakinak a nedvességét, és utána egy rövid időn belül már egy teljes értékű humusz lesz. Nem kell hozzá legyi folyadék, nem kell hozzá víz, amivel úgymond le tudom húzni, tehát sokkal könnyebb, és az adott méretben sokkal többet is tudja használni egy ember. Ja, és multifunkciós, hogyha le akarsz ülni bent a lakóban valahol, akkor... Abszolút, 150 kilós emberig bírja. Összerakása az nagyon egyszerű, remélhetőleg már nyugodtan összerakva nem vesz annyi időt el, már az ember nincs rajta a kényszer, hogy siessen. Így van. A leírás szerint, ha jól emlékszem, 8-10-szer lehet használni. Uh-huh. Annyi fér bele. Annyi fér bele. 150-200 euró körül van. Jó, de drága. Nem olcsó, de legalább drága. Ezt szerintem otthon is simán meg lehet csinálni, mert igazából az elve az, hogy
hogy a szilárd a folyékontól külön van választva. Kinek hogy jön be, kinek milyen tapasztalata van vele. Engem megosztanak a vélemények egyébként. Ennyi volt, köszönjük szépen. Kellemes használatot hozzá, Sándor. Ó, hát köszönöm, már megyek is nagyon.